A PCAS Állatmentő Egyesület 2010 óta működik, azóta több mint 4000 állatot sikerült megmenteniük. Kitartó munkájuknak eredménye, hogy több gyepmesteri telepen is megszűntek a hivatalos altatások. Köszöntöm a stúdióban Vidra Bettit, az Egyesület elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét! Mikor is, ugye 2010 óta működik az Egyesület, honnan jött egyáltalán ez az indítatás, hogy egy ilyet kellene, hogy elkezdjétek? Hát ez egy szomorú esemény alapján jött. 2000-ben alapítottam a szervezetet, és valóban így van, 2010-től kezdtük el aktívan a gyepmesteri telepekről való mentést, illetve hát akkor még gyerekcipőben jártunk, akkor mentem be először az első gyepmesteri telepre, és láttam, hogy szükséges a beavatkozás. Igazából én is úgy voltam vele, mint nagyon sokan magánemberek is, akár vagy nagyon sok állatvédő, hogy nem merünk szembenézni a problémával, mert túl kevésnek érezzük magunkat hozzá, hogy meg tudjuk oldani. És ez a félelem tartott vissza attól, hogy én erre a területre belépjek, ez megnyíljon előttem, és megnézem a valóságot. Viszont 2010 év végétől megállíthatatlan folyamat indult el, és onnantól kezdve nem csak hogy egy, hanem számtalan gyepmesteri telepet megpróbáltunk feltérképezni, segítséget nyújtani, fejleszteni, állatvédelmi céloknak megfelelően humánus működésre rábírni. Természetesen ehhez nekünk megvan a folyamat ábránk, illetve a segítségnyújtásunk, a preventív megoldások. Tehát igyekszünk nem a fellegekbe beszélni, hanem ahova szeretnénk segítséget nyújtani, vagy ahol probléma van, ott szeretnénk hatékonyan segíteni. Mennyire partnerek ehhez a gyepmesteri telepek? Hát változó. Változó. Magyarország kis ország, de annál több gyepmesteri telep van, és egyre több van sajnos. Ebrendészeti telep, sintértelep, nagyon sok megnevezése van. Nagyon fontos tudni, hogy ezek a telepek nem állatmenhelyek. Eredendően a kóborkutyáknak a begyűjtésére jöttek létre, és innentől kezdve, mivel állatvédelmi munka nem történt, ezek az állatok ugye 14 nap után törvényesen megsemmisíthetők, elaltathatók eutanázia által. Gyakorlatilag a folytatásban annyi van, hogy ahány telep, annyiféle. Nem mindegy, hogy magánkézen van, vagy önkormányzati üzemeltetésű. Az önkormányzati partnerekkel viszonylag rugalmasan tudunk tárgyalni. Ők kis területeket fognak be, vagy saját területen működnek, a saját problémáikat igyekeznek megoldani. A legnagyobb problémával a vállalkozó gyepmesteri telepek esetében ütközünk, amikor is gazdaság alapú működtetés van folyamatban, és ebben nagyon nehéz beavatkozni, és nagyon sok konfliktust szül, hogy a mi szempontjaink érvényre russanak állatvédelmileg. De azt kell mondjam, hogy nagyon sok helyen sikeresen tudunk indítani mentéseket. Az évek tapasztalataival sikerült elérnünk azt, hogy egyre több telep nyitja meg a kapuit az állatvédők előtt. Nyilván nem csak előttünk, hanem hatványozottan kell magunkat működtetni, tehát több csapattal együtt dolgozunk. Mi nagyon nagy hívei vagyunk az összefogásnak és az együttműködésnek, akár az önkormányzatokat nézem, vagy a gyepmesteri telepeket, akár az állatvédő szervezeteket, tehát más szervezetekkel is nagyon szívesen együtt dolgozunk, segítjük a munkájukat a mi tapasztalati tudásunkkal, illetve elfogadjuk azokat a területeken, ahol mi nem vagyunk járatosak dolgokban, akkor az ő tudásuk segít nekünk a továbblépésben. És én nagyon fontosnak tartom 2019-et ilyen téren. Ki fogunk jönni egy új weboldallal, ami a magyar lakosságnak nagy mértékben segítséget fog nyújtani, és remélhetőleg az önkormányzatoknak is a probléma megoldásban és kezelésben, illetve az információ összegyűjtésben egy helyre, mert a tavalyi évet nagyon-nagyon kemény statisztikai és adatgyűjtési munkával végeztük és zártuk, és ennek a statisztikai feldolgozás, illetve az adatfeldolgozása folyamatban van, és idén ez nyilvánosságra is fog kerülni. Mik azok a kérdések, mik azok a problémák, amikkel ezt a weboldalt érdemes felkeresni? Ez a weboldal kimondottan gyepmesteri telepekről fog szólni, informatív jelleggel a lakosság részére, térkép, interaktív térképpel, mindenféle információval. Nagyon fontos tudni, hogy az állatvédelmi munka során az elmúlt években, 8, már 9. évben nagyon sok állatvédő, illetve előtte is voltak állatvédő szervezetek, akik már dolgoztak a probléma megoldásán, és nagyon sok olyan gyepmesteri telep van, amit úgy hívnak ugyan, de már állatvédő szervezetek működtetik, illetve állatvédelmi munka van a háttérben, paralel módon zajlik, tehát nincsen altatás.
Ezeket is gyepestételepeknek hívják, tehát ilyen szinten nem tudjuk őket névügyileg elkülöníteni, de működéstanilag mindenképpen érdemes most már különbséget tennünk a gyepmesteri telepek, illetve ebrendészeti telepek működés szerint, hogy állatvédelmi működésű, illetve még mindig altató jellegű, begyűjtő és altató telep. Kiknek érdemes felkeresni ezt a honlapot? Tehát ha nekem eltűnik a kutyám, akkor érdemes rámenni a honlapra és megnézni, hogy valamelyik gyepmesteri telepen nincs-e bent. Ezt szoktuk ajánlani, most aktuális is december végén nagyon sok kutya tűnt el ismét szilveszter alkalmával, és nagyon fontos, hogy mindenki a körzetében lévő ebrendészetű gyepmesteri telepeket, állatmenhelyeket első sorban keresse fel, adja le az állatának a fényképét, adatait, chipszámát, hogyha jelölt, ugye hát ez már kötelező lenne, és ez egy nagyon fontos informatív jellegű oldal lesz. Igyekszünk nagyon töményen, nagyon röviden, nagyon átláthatóan, nagyon érthetően közölni bármilyen információt a lakossággal, illetve az önkormányzatoknak is fogunk külön segítséget nyújtani az oldalon, hogyha valaki szeretne a kóborkutya problémával hatékonyan beavatkozni, és gondolkodik preventív, humánus megoldásokban, akkor mindenképpen számíthat a segítségünkre. Vagy például, ha valaki szeretne örökbefogadni kutyát, akkor akár már ezeket az állatvédő funkciókat is betöltő gyepmesteri telepeket megtalálhatja ezen az oldalon. Így van. Hivatalosan, törvényesen az eredeti funkció szerint működő gyepmesteri telepekről is lehet örökbefogadni állatokat. Minden gyepmesteri telepnek kell, hogy legyen hivatalos nyitvatartási ideje. Ez általában heti egy nap szokott lenni, ezt kell, hogy jelezzék egy oldalon, illetve a működtető vagy az önkormányzat, aki működtette a telepet, ezt meg tudja mondani a lakosságnak, hogy mikor tudnak bemenni, megnézni a befogott állatokat, és közülük lehet választani. Na most hivatalosan ezek az állatok oltás és jelölés után kerülhetnek ki ezekről a telepekről. Állatvédő szervezetekként ki tudjuk hozni sok helyen úgy, hogy ez nem történik meg, de gyakorlatilag ez a törvényi hízag, ami lazán van kezelve. Ezen is dolgozunk, hogy az ebrendészeti telepeknek a működése keményebben és szigorúban legyen szabályozva Magyarországon, mert rájuk is vonatkozik az állatvédelmi törvény. Ez nagyon fontos tudni. Mennyi idő után mondható ki egy kutyáról, hogy nincs gazdája? Igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény kérdés, mert attól függ, állatvédelmi szemmel sose mondunk ilyet. Igazából én soha nem mondok ilyet, mert nekünk volt olyan mentett kutyánk, aki 3 év után gazdásodott, de tény, tehát nem tagadhatjuk le, hogy vannak olyan állatok, rengeteg kóborkutya és rengeteg gazdátlan kutya van Magyarországon. És vannak olyan állatok, akik menhelyre bekerülve élik le az életüket, és ott halnak meg. Tehát ezt nem lehet letagadni, és sajnos ennek nem kellene így lennie. És ezért is nagyon fontos a megelőzés, hogy ezek az állatok igazából meg se kellene, hogy szülessenek, hogy legyen annyi gazda, felelős állattartó, aki ezt a mennyiségű állatot be tudja fogadni, illetve a magyarországi állatmenhelyek ne legyenek ennyire túlterheltek, úgy, hogy a gyepmesteri telepek folyamatosan tele vannak, és folyamatosan tele vannak az utcáink is Magyarországon kóborállatokkal. Miből finanszírozzák az Egyesületet? Van-e elég támogató? Az Egyesületünkről köztudott, hogy mi külföldi támogatókkal dolgozunk, évközben a mentéseinket. Sajnos a magyarországi forrásokból se államilag, se egyéb forrásból nem vagyunk támogatva, és egyszerűen nem tudnánk ilyen hatékonyan működni, hogyha Magyarország területén belül maradtunk volna. Gazdaságügyileg nem tudunk az országra támaszkodni, túl kevés a tőke, túl kevés a támogató, túl kevés a segítség, és nekünk a céljaink és terveink olyan nagyra törőek, hogy gyakorlatilag túl szűk volt nekünk ez a keret, ezért mi minden irányban megpróbáltunk kapcsolatokat építeni külföld felé, és olyan hatékonyan működő állatvédőket találni, akik tudják támogatni a mi kemény fizikális és állatmentő munkánkat, amit mi ténylegesen napi szinten végzünk, és gyakorlatilag így tudunk eredményesek lenni. Magyarországról szoktunk támogatásokat kapni, amit köszönünk a támogatóinknak. Általában a fuvarköltségeinkhez szoktak segítséget nyújtani, nagyon sokat megyünk, havonta sokszor 2-3 ezer kilométert is megyünk mentett állatokkal, akiket
a mentési folyamat, illetve az elszállítás, hogyha átvevő szervezetek vannak, vagy hogyha magunkhoz szállítjuk őket, tehát ezt non-stop végezzük, ezt a tevékenységet, illetve olyan sok gyepmesteri telepet kell bejárjuk és felügyeljünk, hogy folyamatosan úton kell, hogy legyünk, mert állandóan töltik ezeket a telepeket, és mi járunk a fotóanyagot, videóanyagot elkészíteni, illetve megpróbálni megtalálni a megfelelő szervezetet a megfelelő állatoknak, a bekerülő állatoknak, hogy minél hamarabb kikerülhessenek. Ettől függetlenül azért a személyi jövedelemadó 1%-át tudják fogadni. Elnézést. A tápadomány, amit szoktunk havonta gyűjteni nagy helyi nagy áruházakban, de az oldalunkon mindig megtalálható hirdetésben, illetve egy évben egyszer nagyon meg szoktuk köszönni az adó 1%-ot, mert nagyon-nagyon sokat tud segíteni a munkánkon, illetve azon, hogy legyenek olyan tartalékoink, hogyha nem érkezik be annyi adományunk bizonyos mentéseknél, akkor állatkórházi költségeinket, illetve mentési költségeink olyan magasak szoktak lenni, hogy abból szoktuk addig átmenetileg finanszírozni, hogy ne legyen soha nullán a szervezet, mert az azt jelenti, hogy megáll a mentési munka, ami pedig azt jelenti, hogy abba állatok fognak belehalni. Vidra Betti, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm szépen én is.